Üdvözlök mindenkit, Nekrokin vagyok, én egy kis Call of Duty. Beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet elkúrni az évezred két térképét ebben a játékban. Igen, hogyan lehet elkúrni a shipmentet, és hogyan lehet elkúrni a vakkantot. Vakkant, nem vacant, vakkant. A két legjobb Call of Duty pálya, ami valaha létezett. Igen, tudom, sokan nem szeretik a Shipmentet, viszont nekem mindig is egy favoritom volt. Nem tudom miért, szerettem azt a Clusterfuckot, ami ott volt, az egész reflexekről szólt, és, és gyors mozgásról, gyors döntéshozatalról. és hogyha az ember elkapta az ütemet, a játék ütemét, akkor nagyon-nagyon jól sikerült játékok lehettek ott. A vakkant az meg egy elég jó stratégiai térkép volt. Ha hiszed, ha nem. Kod egy egyik legjobban kiegyensúlyozott térképe azok számára, akik rassolni szeretnének, és azok számára, akik taktikusan szeretnének játszani, mivel hogy annak a térképnek a Apró, apró, de nagyon lényeges olyan elemei voltak, amikre talán mind a mai napig nem gondolnál, vagy mutatok egy kettőt a pályáról. Apró, de nagyon lényeges olyan elemei voltak, ami, ami különbséget hozott a játékodba, és, és megakadályozott egyes dolgokat amelyek jelen pillanatban ebben a játékban benne vannak, és köszönhetően annak a tetves mounting mechanikának, annak a kitámasztós mechanikának, a köszönhetően annak olyan lehetőségek nyíltak meg a kemper köcsögök előtt, hogy az elképesztő, és ezt az emberek most arra észre is vették, és egyszerűen rohadtul kihasználják. Beszélgetni fogunk róla. Shipment. Így elkúrni egy, 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 mapnak a spawn rendszerét, én ilyet még nem láttam. Frankon egyenesen eléd spawnolnak, vagy elé spawnolsz a Szépszpészbe, a biztonságos helyére behúzódott köcsögnek. Frankon, igen, mondhatjátok azt, hogy de Shipmentel ez mindig is így volt. Nem. Nem volt így. Nem volt így mindig Shipmentel. Egyszer-kétszer talán kaptál egy rossz pont, de Kod még a a World at War-ban, World, World, War 2-ben, a legutóbbiban, a másik legháborúsban, abban is benne volt a shipment, még ott sem volt ilyen a shipment. hol, hol hozták még vissza a shipmentet? Már nem emlékszem. Ugye a remastered, ugye? A remasteredben sem sikerült elkúrni, Modern Warfare remasteredben sem sikerült elkúrni a shipmentet, de itt most, Teljesen meg kellett változtassák a térképet. Ö, megmutatom, hogy mire gondolok, jó? Szóval, itt vagyunk, Vakkanton, hölgyém és Uraim végig, me végig, menjünk szépen sorba az egész, Az egészen, itt van az első probléma Safe space-ek, vagyis ezek a biztonsági helyek Tele vannak, ez miért? Miért kellett ide? Uh, Istenem, na jó, ez az még a kisebbi gond, oké? Okay. Kezdjük ott, hogy mindenhova kurva ajtókat adtak. Miért van itt egy ajtó? Nem tudom. Miért kellett ide egy ajtó? Nem tudom. Miért kellett ide egy ajtó? Nem tudom. Nem elég, hogy nem elég, hogy észreveszik, hogy jössz, de még a nyomorékja ide is be tud bújni, ugye bár ha úgy van, és akkor így Ohó, ohó, kiki kempelni Értitek? Na, oké okay. A legidegesítőbb Ide miért kellett ajtót rakni Az Isten szerelmé, az egyik legjobb dolog Vakkanton belül Az az volt, amikor ideálltál Jöttél be ideálltál csipával És az összes ott elszaladó noobot Ki tudtad szedni Miért? De most Ide egy ajtó kellett De oda, oda nem, az meg oda nem. Azt még meg sem figyeltem, hogy itt meghagyták ki a tetőt. Ó, azt legalább itt meghagyták. Tehát már az is valami. Azért volt fontos, ugye, mert innen, innen, ha dobsz egy gránátot, hogyha, hogyha jó a célz, célzókád, akkor nagyjából oda esik be a, a üzé. Nagyjából ide esik le valahova le a gránát, ha jó a célzókád. Ah, na igen, a következő, amit mondtam, miért, mi, mi... Ajtó. Ajtó miért fontos, hogy ugye van ez a hülye mounting technik, és most már ezt csinálják az emberek. ezt bazd meg. Ezt csinálják az emberek. És nem tudsz mit csinálni. Ki szedni ott a sarokba. Most már ugye, hogyha az ember ott egy kicsit headglitch-el. Nem sok headglitch lehetőség volt vakkanton. De már esélyed nincs itt kiszedni az embereket. Ha itt kijössz, ezen az úton ott, ott kijössz, akkor véged van az itteni emberek körül. Ugye az itt behúzódó problémásabb valami, ugye vakkannak az volt a lényeg, hogy ez meg így legugoltál a régi kód 4-ben, és ennyi tudtál, legugolni tudtál, ahhoz, hogy lőjél, már föl kellett álljál. De most ezzel, ezzel se head glitch, head glitch hátán, és nem látod az embert, hogyha onnan lősz, nem látod az embert. A másik, ezek a kurva ablaküvegek bazd meg. Akkor a zajt csinálnak, mint nem tudom, egy elefánttal átvenni ezek valami házon. Mindenki tudja. Miért van ott ez az ajtó? Miért van ott ez az ajtó? Ez meg a... Ah, ez meg a másik. Ez, ez a, ez a mounting technik. Na figyelj, ezt miért mondom, hogy ez probléma? Kod 4-ben és az előzőekben, ahol eddig ugye visszajött a shipment, azok, akik jók voltak a játékban, ugye azok nekifutottak, és pont a megfelelő távolságból, pont a megfelelő távolságból fölugrottál, akkor a karaktered nem felmászott, hanem egyenesen a fegyverét egyenesen tartva, fegyvert egyenesen tartva, annélkül hogy bármilyen mászási mechanikát mutatott volna, egyenesen felmászta itt az itt lévő kukára, ugye itt olyan kuka volt itt, fölmásztál és tudtál lőni. Straight away, nem volt ilyen mounting technik, meg izi, ami megzavarja a, az animációt és a, és, a, és a lehetőségeidet. Na de most bazd meg, most lennie kell egy kurva animációnak, ami teljesen bezavar a célzásodban, mert ugye a célkereszt szétnyílik, figyeljétek, tehát így még precíz lenne valahogy ez az aug, oh, vagy bármilyen fegyver, amit választasz, bár. De hogy ezzel a ma mantolással régen, kód 4-ben például egy M 4 vagy rimásztál egy M 4 gyel úgy ugrottál fel ide, hogy már lőttél, ugye már lőttél, és közben miközben lőttél, már elkezdtél célozni azért, hogy ne ki az ütemből. Nem bazd meg, itt most uh, teljes mértékben ezt el kellett baszni, uh, hogy meg meglegyen. Ide ajtót kellett tenni. Oké, okay, megmutatom a következő kurvidegesítő dolgot. Ez mi? Ez mi a faszomét? És miért vannak rajta ajtók egyáltalán, ha már ide rakták? Emlékeztek itt csak egy fal volt, és itt lehetett még egyszer így headglitchelni, mint itt voltak hordók. Nem, ez, ez, ezt is ki kellett venni, bazmeg. meg. Um, mondjuk azt örülök neki, hogy kivették, kifejezettem, mert utáltam a heglicselőket, de ez mi? Miért van rajta 62 ablak? 82 ajtóval. És ez mi? Miért, miért kellett ide még több lehetőséget adni a sok kempernek? Miért, miért, miért kellett még kitolni a pályát, hogy még ide is el kelljen jöjjekbe az meg, mert ha nem, a hátba lő a nyomorék. És ugye ide akkor már nem raktak egy ajtót? Nem. Kénytelen leszel itt eljönni előtte. És nem látod be az egészet, ugye, ha szerencséd van, ott egy kemper kilő, de azt, amelyik ott van, most már nem látod. Kénytelen vagy ide benézni, kénytelen vagy ide elnézni, ugye elég hangos hozzá a játék ahhoz, hogy meghaljon, kijöjjön és lejöjjön, mert annyit tud egy kemper is. Na jó, következő. Head glitch. Bitch, please. Bitch, please. Uh, a, következő, most abba is hagyom itt ezt az egészet, áttérünk, áttérünk shipmentre. Ha emlékeztek, a Kod 4-ben uh, itt ilyen fegyverládák voltak, és a fegyverládáknak a tetején volt egy ilyen vékonyabb, ilyen sniper tartó láda szerűség. Um, ne arra gondoljatok, letöröltem a remastered a képemről, amikor kijött a Modern Warfare, és nem tudom megmutatni pont a különbséget, de Akinek fönt van, az, az emlékszik, vagy tudja, vagy mindegy. A lényeg az, hogy ezeken a ládán tetejében volt ilyen sniper szerűség. Az azért volt fontos, hogy ha legugoltál, legugoltál akkor pont nem tudtál kilőni, ha zoomoltál a sniper ládától. Itt most tökéletes biztonságban vagy. Tehát azok eredetis vakanton láttad az embert, hogy a fejével elmoz elmozdult, ha ügyes voltál előtted, hanem nem, de ő meg nem tudott visszalőni, és pontosan az volt a lényege, hogy ne tudjon ilyesmit csinálni az ember, jó, ott nem is lehetett csinálni ilyesmit, de nem tudtál kilőni se a, a, az enemire. Ez miért kellett ide? És itt ugyanez a helyzet. Sőt, tehát azért, azért, azért ez már a bazmeg kategória, érted? Ez mi? És csak ennyit látszik ki az emberből, és, és bejön, és akkor kiosztatod a, a, a népet a kedvedre. Ajtó. Ajtó, bazd meg. Ajtó. És, és hallod, kinyitod az ajtót, ott áll a sarokba. Ott áll, nem tudsz ellenem itt tenni. Nem tudsz ellene, egyik másik ki fog kempelni. Ha szerencsém van, ugye így becsúszok, nem hal meg, de amilyen gyors a time to kill a, ebbe a játékba, ha nincs elromolva, miért kell ezt csinálni? Na jó, térjünk át shipmentre. Na itt vagyunk shipmenten, és kérdezhetitek joggal, oh, a a necro, necro, hogy oh, milyen taktika lehet a shipment, a shipment csak mentél, azt lőttél. lófasz gyerekek, még itt is ezen a kurva térképen lehetett taktikázni. Némileg átalakították. A dolgokat Kezdjük itt Hogy ez itt Az eredeti shipmenten Ez, ez zárva volt És ez Nyitva volt Nagy különbség Nagy különbség uh, Nem lehetett ilyet csinálni A kurva eredeti shipmenten ez, ez Miért kellett hozzáadni Ha valakinek is Mert elég gyors a játék Van szerencsé ide feljönni Az oda Zsinorba spónolnak az emberek zsinorba nem szponod, hogy más a játék, csak ennyit kell csinálnod. Csukott szemmel. Csukott szemmel. Csak ennyit kell csinálnod. Oda kell lőnöd. Oda se kell nézned. Ide. Ez miért kellett a játékba? Csukott szemmel le tudsz oda lőni, hallod? És senki nem tud ide lőni. ha van esetleg valaki elég ügyes ahhoz, hogy feldob egy gránátot. Ha kisüti, ha kisüti, akkor belehalsz, mert ha nem süti ki, már pedig nem fogja, nem lesz rá ide, csak ide dobja, és te neked csak oda kell sétálnod, és fegyszavened, és visszadobnod azt a gránátod. Simán bárkit, aki itt jár, ellőhetsz, ha van időt felmászni. De láttam már itt embereket, szóval... Beach, please. Na jó... a tökéletes búvó el, és hajszed, ha nem, ide zsinórba spawnoltatja az elemit, de annyira, hogy frankon oda, oda előd is lesz Ha te már ide mozdulsz, akkor már oda spawnoltatja. Ilyen a régi nem volt. Ilyen a régi shipmenten nem volt. Ez, emlékeztek? Ez nyitva volt. Most már ezen nem lehet átlőni. Tehát ha már lezárták, ezen már nem lehet átlőni. És emlékeztek, ez el volt így fordítva egy szögbe, és ide, ide be lehetett bújni, esetleg újra tölteni. Sokáig amúgy se tudtál ott megmaradni, mert az emberek azonnal észrevették. De olyan nagyon ritkán volt, hogy ide bebújtam, újra töltésre, és oda elém spawnoltatott egy ember. Mert az történik, lát, nem tudsz ezen a szaron átlőni, csak ide behúzódsz, ha okosabb vagy, esetleg így, de még az sem nagyon jó, behúzolsz és kivárod azt a kempet, kivárod ezt a kempet, csak két oda kell figyelned, mert onnan úgy se jut el idáig egy enemy, amúgy már mindegy, mert annyira gyors ugye a játék, gyorsabb mint a kod 4, és, és ez, mi, ez miért kellett ide? Ez, ez. És ha azt hittétek, hogy nincsen technika vagy taktika a shipmenten, akkor pontosan tudta, az Infinity Ward, hogy mi a faszér, kell ez ide. Pontosan azért, hogy a nyomorék onnan ne tudjon lelőni, vagy éppensége, ha te vagy a Rusher nyomorék, akkor a másik ide be legyen bújva, és arra várja, hogy ide elé leszponoljanak az emberek. Nagyon is sok technika volt a, a Shipment mögött, és ha elkaptad a játék ütemét, akkor semmi nem tud megállítani. Ez, 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 is, értitek? Tehát ez is, ez is mi? Itt ugye kocsik voltak, és ezzel a hülye izé miatt nehezebb kilátni, nehezebb átlátni, nehezebb lőni. Egy ilyen apró változtatás már olyan szinten megzavarja a betanult szögeket, a betanult memória uh, reflexet. Ez... És, egy, és ez, ez is nyitva volt, ugye? Pontosabban ez volt nyitva. Uh, és, és... Egyszerűen szörnyű, hogy, hogy, hogy... És nem tudsz már ezeken átlőni. Bitch please, miért tudnál, miért, miért... Ah, na mindegy. És, és jó, na, esélyek, az emberek, itt be van húzódva. Uh, ha meglátjátok, meg tud ütni azt a tökéletes szöget itt. Egyedül arra kell um, vigyáznod, de annyira sűrű a spawn, hogy hogy da és oda spawnolnak be oda, oda beszpónol és semmi más és csak lelőni őket ideig döntünk a shipment hát nekem az egyik kedvenc volt mostanáig, ez meg mi a bitch please Hátja, hát ja na ja most már ilyen parkür pálya lett belőle <laughs> annak legalább jó lesz. Na jó van gyerekek, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Ennyi, 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 lett volna a értékelőm a két legjobb pályáról nagyjából, amit valahol csinált az én szememben. Az két egyik legjobb, az azért, mert 2 High Rise például az egy egész jó pálya volt. A Dust is egy jó pálya volt. Az is ilyen úristen, már alig várom, hogy lássam, hogy a Dustot hogyan kurták el. Um, ebben a játékban is uh, ki tudja hova raktak be ajtókat meg ilyen, ilyen szép eket a Dust egy jó pálya volt az is egy jó pálya volt, nagyon van gyerekek um, ennyi, ennyi lett volna a részemről, nagyon-nagyon köszönöm a, a figyelmet, ha te sem szereted az új shipmentet és vakkantod, akkor dobj egy lájkot erre a videóra iratkozz fel, a következő videókig, sziasztok!